Na, sziasztok! Összegyűlt a 2800 feliratkozó szám. Hát nagyon-nagyon szépen, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon szépen, köszönöm szépen. Ez mi? Na mindegy. Nagyon sok mindent szeretnék nektek mondani. Majd meg tudom dumálni. De az a lényeg, hogy ugye volt egy kihagyás. Közben nézem itt a YouTube csatornámat, hogy 2 hete nem volt egész pontosan videó. Igaz, hogy 4 napja felraktam a PlayIT videót, ugye ami Trixivel voltunk. Amúgy nem tudom, hogy jó-e a fény, majd írjátok már meg videó alatt, hogy jó-e a fény, mert nagyon sokat vaciláltam vele, hogy jó legyen így a fény. Na, azt akarom nektek mondani, hogy felraktam a PlayIT videót, és előtte volt ez a videó, hogy Bűvész Trükk Johnnyval, meg a Kísértetek és Szellemek 8. rész, és nagyon sokan írtátok, hogy hol van már a 9. rész, amit nagyon szépen köszönök, mert egyébként baromi jól esik, hogy ennyire érdeklődtök. Lesz 9. rész, sőt lesz 10. rész is, lesz még nagyon sok rész, csak azért voltam elmaradva vele, mert voltak egészségügyi és technikai problémák, ugye ezt ki is írtam a Facebook oldalamra, akinek be van lájkolva a Facebook oldalam, az valószínű, hogy olvasta is, hogy technikai és egészségügyi problémák, ami annyit rejt, hogy a számítógépemmel volt gáz. Tehát én néztem a YouTube-on egy videót, és egyszer csak egy pam, így eltűnt a kép. Hát rászóltam egyik haveromra, hogy gyere már segíts, nézzük már meg mi van a géppel. Hát, mert ez ugye este 11-kor volt, és akkor másnap ugye rászóltam. És az volt a poén, hogy szóval aznap nem ért rá, és akkor ugye másnap rászóltam, akkor se ért rá, és végül szerdán ért rá, mert hétfőn lett rossz, nem tudom miért. És az a lényeg, hogy átjött, és akkor így itt nézzük, mondom, hát hát úgy volt, kiderült, hogy az alaplapa volt gáz, és bennem kellett egy új alaplapot a számítógépbe. Benne is van. Viszont bele lett rakva az alaplap. Se kép, se hang, semmi. Akkor mi lehetett a gáz, hogy nem működik a gép, és még az a poén, hogy még képet se adott be. Baszfej! Figyelj! Lépj egyet hátra, és szó szerint baszd arcom magad! Tehát még azt sem mondhatom, hogy mit tudom én, tudjátok, betölti a Windows, és akkor kiírja, hogy ez meg az. Be se töltötte a képet. Hú, annyi mindent tudnék most mondani. Szóval, hogy ez egy ilyen vlog videó, úgyis mindig mondjátok, hogy legyen már vlog videó, ilyen beszélgetős videó. Ne csak mindig kísértet, meg ilyen szellem, meg tudjátok, ilyen ijesztő szarok. Idézőjelbe, mert nem szar. Szóval mindegy. És lesznek creepypasták, lesznek kísérletek és szellemek. Creepypasztákat is fogok csinálni. Tehát millió ötletem van, sőt rengeteg vlogot. Sőt, Trixivel is csináltunk videókat, meg fogunk is. Csak egyszerűen nem volt időm arra, hogy megcsináljam a videókat, mert nem is tudtam vágni. Mikor voltunk a Playten, akkor se volt jó a gép, utána lett jó a gép, csak az anyagot rajta hagytam a kamerán. És mikor jó lett, egyből összevágtam, hogy lássátok ti is, hogy voltunk a PlayIT-n. Tudom, kiraktam az Instagramra, a Facebook oldalamra, mert posztolni tudtam telefonon, de vágni nem. Na most demóban még úgy tudtam volna feltölteni, mindegy. Meg a számítógép is idegesített, csak nem akartam mondani. Akkor mentünk anyósomékhoz, látták, hogy feszült vagyok, barátnőm, és tényleg próbált megnyugtatni. Tényleg hálás vagyok barátnőmnek is, mert tényleg mindig mellettem van, és tényleg támogatott, és próbált vigasztalni, hogy nyugodj már, meg jó lesz a gép. És tényleg aranyos, mert nagyon szeretem, tényleg szeretem, meg szerelmes vagyok belé, és tényleg örülök, hogy ő van nekem, és mellettem van mindig, mert nélkül én
felrobbantam, most azt tudtam volna, mit csinálnak ebben a helyzetben, mert nagyon sok helyzetben így vagyok. És örülök, hogy tényleg így mellettem van, és köszönöm ezt így neki, mert valószínűleg megnézi ezt a videót. Úgyhogy köszi. Ne haragudjatok rám, folytatni fogok is az egész Sandberg sorozatom. Hát ezt nem mondom, hogy hétfőn már lesz videó, mármint a 9. rész. De lehet, hogy igen, nem tudom. De úgyis meglátjátok, hogyha fel lesz töltve, kaptok értesítőt. Mert most olyan 3 hét ugye kimaradt, hány 2, de most jön a 3. De igyekszem, hogy minél hamarabb kijön a 9. rész, csak a kísértetek és szellemek sorozatom több munkát kell belefektetni, mint általában a többi videó. Hát jó, nyilván a többi videóból is rengeteg munkát kell belefektetni, de a sorozatban is. A 10. rész az nyilván valami nagyon nagy dolog lesz, mert ugye csak kerek szám. A 9. is, de inkább a 10. Tehát a 9. rész nem tudom mikor lesz feltöltve, mert bevallom, még így nagyjából meg vannak csinálva az anyagok hozzá, de a teljes anyag még nincs felvéve. Megvan az ötlet, hogy mi lesz benne, de hogy teljesen még mik fognak benne történni, azt még nem azt, hogy nem tudom, mert tudom, de még nincs megcsinálva, még arra nem volt időm, de meg fogom csinálni, úgyhogy igyekszem a videókkal minél hamarabb, hogy fent legyenek. Szerintem mindent elmondtam, úgyhogy köszönöm szépen az aggódásokat, meg köszönöm szépen az e-maileket, az érdeklődést. Nagyon sokan írtatok, és tényleg baromi hálás vagyok, hogy ennyien érdeklődtek és feliratkoztatok rám. Basszus, nem soká megvan a 3000 feliratkozó. Hát ez rengeteg, hát én még emlékszem, mikor még 30 volt, meg 3 feliratkozom. Jó, mondjuk mikor volt 3 éve, de akkor is. Hát gyerekek, szóval most van meg a 2800. Hát köszönöm. Szóval igyekszem a videókkal. Én szerintem mindent elmondtam. Instagram, Facebook linkek a leírásban a videó alatt, megtaláljátok a linkeket. A videó végén ugye van az outro, ez a láng. És akkor ott van a South Park figura, arra kattintsatok rá, és akkor fel tudtok rám iratkozni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, én Johnny voltam, üdvözlöm az új nézőket. Hát akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!